Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, ti a munkanaplót látjátok megint csak. Remélem tetszett ez a kis intro is, amit mutattam. El is felejtettem már szólni nektek, de van egy ilyen tervem, hogy minden egyes alkalommal, amikor ugye videót osztok meg, az első 10-20-30 másodpercben kis apró szösszenetet szeretnék nektek bevágni azzal kapcsolatban, hogy én miket szoktam látni, akár minden az autóból, vagy milyen érdekességek mellett haladok el. Amolyan kis színes dolgok ezek azzal kapcsolatban, hogy bemutassam, hogy körülbelül milyen környéken is dolgozok. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a mai nap egy igazán különleges epizóddal készültem nektek, ugyanis ez egy koprodukciós hadművelet lesz. Első lépésben ugye nekem jött egy olyan probléma, amit meg kellett oldani, hogy az egyik konyhában a konyhai fali csaptelből nem jött a víz. Az ügyfél teljesen meg volt ijedve, hogy hát akkor most mi is történt, hiszen egy nappal az jött az egyik kollégám, akivel tényleg nagyon jó kollégális viszonyban vagyok. Szóval az egyik kollégám először nap egy csőtörést oldott meg ebben a fürdőszobában. Nos, a videó első részében be fogom mutatni azt, hogy tulajdonképpen én mit csináltam, és ezt a hibát, ami gyakorlatilag egy teljesen bagatell hiba volt, hogy ezt hogyan kell elhárítani. Illetve, mert a kollégám volt olyan kedves, és ideadta azokat a fényképeket, amit ő a munkája folyamán készített. Ugye meglátszik, hogy vett némi példát rólam, csak ő nem videókat készít, hanem fényképsorozatot. Tehát most is kb. 20-22 darab fényképet adott erről az egész munkáról, hogy hogyan mérte fel a csőtörést, hogyan javította a hibát, illetve hogy gyakorlatilag mi lett a végeredmény. Erről majd egy diafilmszerűséget fogtok látni, aminek a címe a fürdőszoba titka lesz. Nos, fogadjátok szeretettel ezt az epizódot, köszönöm szépen, hogy eddig is követtek engem. No, és akkor jön egy érdekesség, nézzétek csak, hogy ezt kinyitjuk, akkor éppen csak alig folydogál a hideg vízzel együtt. Természetesen ki van nyitva a víz, és nem folyik, mi lett a probléma. Szerintem, így első körben, akkor kezdjük a probléma megoldását azzal, hogy ezt a perlátort itt megnézzük, aztán kitakarítjuk egy kicsikét. És miért leszettük, hogy azonnal átrendeződött, ugye, és ez nem tudom, hogy sikerült ezt így eltömíteni, de rendesen nyomás volt benne, és lecsopta az egészet, illetve szétkente az egész konyhaszekrény, engem is pofán lőtt. Roppant kellemes érzés volt, viszont most már majd fog működni ez is. Jó, akkor a perlátó volt retkes. Ez néha előfordul, még a legjobbakkal is. A kollégám tegnap megcsinált ezt a csodálatos csőtörést, és hát valószínűleg némi retek maradt a csőbe, és ezt a kis apróságot elfelejtette ellenőrizni. És akkor, hogyha már itt erről a kollégámnak meg a csőtörésével kapcsolatos történetéről beszéltem, akkor engedjétek meg, hogy mint egy diafilmet most levetítsem nektek, hogy mi is történt itt tegnap tulajdonképpen. A Fürdőszoba titka című dokumentumfilmünket fogjátok látni, melyben egy érdekes munkát fogok nektek bemutatni. Szóval, adott az a szituáció, hogy az én drága kollégám kapott egy olyan munkát, hogy egy fürdőszobai káttöltő csaptelep, nél van valami folyás, és ezt elment megnézni. Itt az első képen látszik is, hogy a víz az egész szépen folyik lefele a fürdőszoba csaptelepből, egészen a falon be a fürdőkádba. Na, a kollégám azt fogta magát, ugye közelebbről megnézvén a dolgot, látta, hogy a fürdőszoba csaptelepnek, már a fali csaptelepnek a takaró rózsája alól folyt a víz, éppen ezért szépen fogta, leszette a takarólózsát, leszette a csaptelepet, kivette az excentert, újra tömítette, visszatekerte, visszaszerelte a csaptelepet, újra megnyitotta a vizet, és láss csodát, ismételten jött a víz. Nem volt mit tenni, ugye megnézte egy másik állásból is, ugye ezen a képen mutatja, ugyanúgy folyik a víz, mint azt megelőzően. Nem igazán volt mit tenni ilyenkor, hanem fogni kell, és el kell kezdeni magát a csaptelepnek a bekötését kibontani. Itt láthatjátok ezen a képen,
hogy egy kis kutató lukat már készített a melegvizes oldalon, és ott ugye természetesen folyt a víz, mint az őrült. Innentől kezdve teljesen tiszta lett neki a helyzet, hogy itt egy komolyabb csőtörés van, és nem a menet alól folyik a víz, mint ahogy azt ugye első körben gondolta. Miután elkezdte a feltárást elvégezni, ugye megjelent az egész csaptelepnek a csöve, tehát a melegvíz bekötő cső, és ezt látjátok, hogy egy milyen érdekes furcsa rétegről rakódott már rá. Ez természetesen nem egy igazán egészséges rendszer, de hát mint kiderült, ez a cső, ez már 45 éve szolgálja a melegvízellátását ennek a fürdőkádnak. Nos, az én drága kollégám a sikeresen felbontotta a legelső téidomig, tehát gyakorlatilag egy olyan 40 centit vésett így fölfele, viszonylag vékony csíkban, hogy ne kelljen majd sokat visszajavítani. És mint látjátok, itt ugye fel is tárult az a régi horgazott acélcső, ami jelen pillanatban a problémát okozza. Ezen a közelebbi képen most már ugye feltűnt az, hogy egy kis vékony vízcsík látszódik, és hát gyakorlatilag ott volt a csőtörés maga, ott gyakorlatilag elrozsdásodott, kiukadt a cső, és innentől kezdve egyfolytában áztatta a falat. Itt még egy kép, ahol szintén látszódik ez a vízfolyás, illetve a következő képen szintén látszódik, hogy egészen komoly sugárban jött belőle a víz. Tehát nem volt ez egy óriási nagy luk, de mégis azért a víznyomás az ilyen ügyesen megoldotta ezt a dolgot. Na hát, ezek után nem is volt mit tenni, ugye ezt a darab csövet, ezt ki kellett innen szedni. Ide a fürdőkád oldalára támasztva láthatjátok, hogy hogy is nézett ki. Ugye a cső, a kilukadt cső, a lukadás alatt ugye egy ilyen teljesen érdekes ilyen rozsdás réteget növesztett már magára, tehát ez így nem mostanában kezdte el ezt a folyást, csak valószínűleg mostanra vették észre. És miután ugye ezt a téidomtól kezdve újra kellett ezt az egészet építeni, így jött az itt Németországban használt iFit rendszer, ez egy teljesen okos ötrétegű csőrendszer, hasonlít az otthon használatos egyéb ötrétegű Alpex rendszerű csövekhez, annyi különbséggel, hogy itt nem kulcsos vagy presszes idommal kell esetleg dolgozni, hanem van egy ilyen közdarab, egy ilyen rész közdarab, meg egy ilyen műanyag kuplung szerkezetű dolog, amiben beledugod a csövet, és azt után gyakorlatilag csak erre a rész közdarabra rá kell pattintani, és onnantól kezdve ez itt tökéletesen megy, tehát semmiféle extra gépet nem igényel, ellenben az idomok nem olcsóak. Na akkor a következő képen most így mutatom, hogy egészen pontosan ilyen lett a kialakítása, tehát volt egy félcolos menetes közdarab, illetve egy fali korong, meg ehhez egy darab cső, amit így a kollégám szépen beépített, és hogy teljesen fixen álljon, még a csaptelep közelében egy csőbilincset is beépített ebben a rendszerben, amit ugye bár itt a következő képen már láthatok egy kicsivel közelebbről, tehát ez itt így nézett ki, ott már be van szépen az excenter is csavarva a helyére. Ez egy kicsivel élesebb kép, itt a következő, ezen megint csak látható ez az egész, és tulajdonképpen most már nem is volt neki más dolga, csak annyi, hogy visszaszerelje a csaptelepet, illetve a csaptelep visszaszerelése után természetesen magát ezt a csövet, hiába volt rajta egy fekete színű műanyag védőréteg, még egy másik szigetelő réteggel még természetesen le is tekerte. Erre többökből is van szükség, egyrészt, hogyha pár lecsapódás van, az itt így elvezetődik, másrészt pedig a különböző malter és azok az anyagok, amik ugye a visszajavításnál szükségesek, azok tulajdonképpen nem fogják megenni magát a csövet. És itt az utolsó kép, ezt már én készítettem. Itt láthatjátok, hogy ilyen lett gyakorlatilag a végeredmény, tehát ez egy kicsivel távolabbról készült, ott van ugye a tusfej, és maga az egész csaptelep ennek a csodálatos fürdőszobának a dísze, ékeként. És akkor most engedjétek meg, hogy néhány szóval búcsúzzak, és bemutassam, hogy hogy működik ez a csaptelep. Nos, és van nekem egy jó barátom, akit Szorinnak hívnak, ő vele elég sokat szoktam együtt dolgozni. Na most, tegnap ő csinált egy egészen érdekes munkát, itt volt egy csőtörés,
aminek az elhárítását így oldotta meg. Ugye képekben már láthattátok, hogy milyen volt előtte, milyen volt közben és milyen lett utána, és most így gyakorlatilag már a végleges részt is láthatjátok, tehát így az egész így tökéletesen működik, nagyon ügyesen megcsinálta a kollégám, igazán büszke vagyok rá, hogy ilyen ügyesen dolgozott. Nos, hát köszönöm szépen a figyelmet, ez egy ilyen különleges rész volt, ami nem is gondoltam, de egy koprodukcióban készült, hiszen mind a ketten tettünk az ügy érdekében valamit. Ez itt tökéletesen áll, most már csak annyi dolog van, hogy meg kell várni, hogy a biztosító jöjjön, felméri a kárt, aztán utána majd szépen vissza lesz javítva az egész. Köszönöm a figyelmet, induljunk tovább! Szóval nagyjából ennyi lett volna, amit szerettem volna bemutatni nektek ezzel az egésszel kapcsolatban. Remélem jól sikerült, és abban is reménykedek, hogy nektek is nagyon tetszett. Hogyha igen, akkor természetesen dobjatok egy lájkot, és aki még nem tette, az pedig iratkozzon fel a csatornámra. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek a legszebb napot kívánom, és ilyen munkanapot látjátok. Sziasztok, és találkozunk a következő részben.